Előbb akkor bemutatom következő vendégemet, Rostás László, építész, Miskolc főépítésze, jól tudom? Nagyon messziről jött hozzánk, és vetítéssel egybe kötve most arról fogunk beszélgetni, hogy az építész és az egészség hogyan kapcsolódik egymáshoz. Természetesen sokszor beszélgettünk már programokon arról, hogy hogyan csinálják a keleti bölcsek, hogyan építkeznek, milyen a védikus építészet, de valahogy az ősi magyar építészetről én még nem nagyon hallottam, és szeretném, hogyha most mi, magyarok, a mi jelképrendszerünkkel, az építkezési múltunkat fölidézve, ha egyáltalán tudunk ilyenekről, ismerjük meg, hogy hát hogyan csináltuk mi, és hogy ezt hány ezer évre tekint vissza, és kik is vagyunk mi tulajdonképpen. Szeretettel köszöntök mindenkit. A képek majd úgy menni fognak, tehát a beszélgetés el fogja hagyni a képeket így úgy amúgy. Én úgy gondolom, hogy aki esetleg a képeket jobban fogja szeretni, akkor inkább azt nézze, ha olyat mondok, hogy az nem jó, stb. Ha pedig, majd meglátják. Szerintem ezt egyelőre próbáljuk meg így. Hát, hogy hogyan kerül a csizma az asztalra egy egészség konferencia, vagy egy egészség nap kapcsán. Én úgy gondolom, hogy az épp testben épélek, tehát innen kellene kiindulni, és az épp test ebben a pillanatban az maga az az épített, nem véletlenül így kezdődik a neve, és egy épített környezet, ami azt a testet adja, amelyben mi magunk jól érezhetjük magunkat. Én úgy gondolom, hogy onnan kellene megközelíteni ezt a történetet, mint ahogy a Teremtés könyve kezdi, hogy teremti a földet, seget, és látá, hogy jó. Tehát itt igazából onnan kell elindulni, hogy mi az, ami az ember számára jó. Lehet sokféle formát találni, lehet sokféle környezetbe lenni. De egy biztos, hogy csak olyan környezet jó az ember számára, ami ténylegesen jó. Nem jobb, nem rosszabb, hanem jó. És ezt azért merem bátran állítani, hiszen a mai világban nagyon sok minden zúdul valóban az ember nyakába, hogy ez a forma így, az a forma úgy. De higgyék el nekem, nagyon egyszerű példát hadd mondjak, igazából az, ami jó, az a természetben is jó, formája is jó. Egy nagyon egyszerű példa. Egy pedagógus ismerősöm úgy jutott, nem tanítónak hívták pedagógusnak, éppen ezért az állását is elveszítette, hiszen ha tanító lett volna, akkor nem veszítél az állását. Tehát egy pedagógus ismerősöm elveszítette az állását, és elkezdett csibéket nevelni, mert ugye az jól fizetett. Valahol. És hát vett egy házat, ez a ház ilyen négyzetes volt, elmesélték neki, hogy kell beletenni egy ilyen melegítő lámpát, minden egyéb, meghozták a napos csibéket, és hát természetesen mi lett a vége, nem a tapasztalatlansága és egyéb miatt. A körülbelül 100 darab csibéből elpusztult olyan 30-35, eltaposták egymást. Aki csibéket nevelt, vagy találkozott már ilyennel, azt hiszem, hogy annak nem ismeretlen ez a történet, és kétségbe esve fölhívott, hogy te figyelj, most már teljesen tönkre fogok menni. Nem elég, hogy már hitelt vettem fel, minden egyéb, és ez. Mondom neki, hogy hát figyelj, miért nem kérdezed meg előtte? Mondom, semmi más ne csinálj, húzzál be egy kör alakba egy csibehálóból lévő kis magas kerítést, és oda tedd be a csibéket. Meg is tette, onnantól kezdve másnap nem volt annyi az elhullás. Miért érdekes? Ez azért érdekes, mert az ember eszébe se jut, hogy mi az, ami számára fontos, mi az, ami nem fontos. Ehhez hozzáteszek még egy nagyon egyszerű természeti törvényt, az pedig az, amikor a repülőgépet kitalálták, és elkezdtek ezek a repülőgépek egyre magasabbra és magasabbra jutni, akkor az történt, hogy egymás után szakadtak lefelé a repülők, estek le, és rengeteg tragédia volt, és elkezdték vizsgálni a különféle szakemberek, hogy miért. És kiderült, hogy azért, mert egy bizonyos magasság fölött a repülőkön lévő négyzetes ablakok mentén, az ablakok sarkainál lepettek el, a repülőgépek azért szakadtak le, azért estek le. Innentől kezdve gyönyörű szépen kör alakú ablakot tettek rá, és onnantól nem estek le a repülőgépek. Tehát, hogyha megpróbáljuk megnézni, hogy mi az az épp test, mi az az épp forma, amelyik épp formaként, ahol mi jól érezhetjük magunkat, és az úgynevezett energiáink, alapvető energiáink kiegyensúlyozottak, kiegyenlítődőek volnának, az kifejezetten a körforma. Na
Most ez azért is érdekes, mert bennünket, én minden évben szoktam úgynevezett jurta ünnepen vagy fényünnepen részt venni, és hát természetesen sokszor ér az a vád, hogy na nem kellene visszamenni a régmúltba. Igen, vissza kell menni, azért, hogy az ember ezt megtapasztalja. Jurtára azt szokták mondani, hogy igen, mongol, és így tovább. Na most hadd mondjam azt, hogy itt nem az az érdekes, hogy ma kik és hogyan használják. Kétfajta sztyeppei, tehát úgynevezett pusztai épület van, az egyik a sátor, a másik a jurta. Nekünk magyaroknak a jurta az a fajta forma, az a körforma, amely a világ mindenségével teljesen egybe jön. A sátor az nem a milyenké. Az az indogermán szemléleté, a szent sátorra gondolok itt ebben a pillanatban. Ez nem azt jelenti, hogy az egyik jobb, a másik rosszabb, hanem ez azt jelenti, hogy nekünk a kör alakú az, ami valóban jó. És hogyha végig gondoljuk azt, hogy például bemegyünk egy jurtába, ebben a jurtában milyen az ülésrend, hogy van. Nagyon érdekes, hogy ennek teljes szinonimája a mai keresztény templomnak a berendezési rendje, de akár a házamunk rendje is ugyanilyen, hiszen ahogy én bemegyek a kapun, az ajtón, vagyis az egek kapuján, akkor szembe az atyának a helye van, vagyis az öregnek, aki a jurtában középen van. Ez az agastyán, vagy az aga önmagában. A bal oldalán vannak a fiúk, amit ugye a keresztények igának, mint Jézusnak hívnak, hiszen Jézus mondja magának, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. És jobb oldalon pedig vannak a lányok, akik a jurta szerint, akik az igét képviselik, az igézők, hiszen egy férfi nem tud megigézni egy lányt, fordítva viszont igen. Tehát az ige helye, és ezt sokszor megfordítják, az valóban ugyanitt van. Na most ez azért lényeges, mert ha bemegyünk a templomba, szembe van az oltár, szembe van maga a szentély, az atyának a helye, bal oldalon van a szószék, ahol megjelenik a fiúnak a hangja, jobb oldalon pedig van a női oltár ilyen módon. Felszentelésként akár bal vagy akár jobb oldalon jelenik meg. Tehát ebből a szempontból, ami bennünket, és nem véletlenül ebben a Kárpát-medencében a kereszténység tudott igazán gyökeret ölteni, bennünket ez az, ami megfogott, és ez az, ami igazából jól tart ebben a világban. És azt olvastam, itt ki is nyomtattam interneten, hogy ugye a különböző jelképrendszerek, amelyeket ugye a belső terek kialakításánál, vagy különböző harmóniát létrehozni, ugye a feng shuit hozunk föl mindig, ugye az egy kínai dolog, hogy a magyaroknál teljesen mást jelent egy-egy jelkép, mint ami mondjuk a kínaiaknál. Akkor az nálunk hogyan működhet? Én ezt nem állítanám, hogy teljesen másképp működik. Itt a probléma megint az, hogy nem próbálunk leülni és nyugodtan elcsendesülni és megnézni azt, hogy mit hoztunk mi. Amikor Magyarországon megjelent a Feng Shui, meghívtak engem az első ilyen előadásra, hogy menjek el és hallgassam végig. És nagyon érdekes történet volt, hiszen a Julika, aki annak idején ezt Nyugat-Európa felől hozta vissza, tehát ő Bécsből jött, elmondta, hogy hát igen, milyen érdekes, csak egy példát hadd emeljek ki, hogy bizony keleten a gyász színe fehér. És én mondtam, hogy bocsánat, hát nálunk is az. És akkor azt mondja, hogy igen, mondom igen. Ő nem itt nőtt föl, ő egy akkor diszidált családunk volt a gyermeke, és ő úgy jött vissza. Természetes Magyarországon valóban a gyász színe fehér. A másik, mikor elkezdett beszélni a tükörről, hogy a tükör mi, én mondta, hogy elnézést kérek, ez nálunk ugyanígy volt, sőt, én visszakérdeztem, hogy tessék már megmondani, miért van az, hogy az élő ember fényképe a tükörbe van beszúrva, míg a halott ember képe az önállóan külön áll a két ablakszem között. Na most nagyon érdekes, mert hogyha az ember csak innen indul el, abban a pillanatban erre már a feng shui nem tud választ adni arra, igen, hogy energiákat mozgat meg, de erre már nem, mert az ő tudásában nincs benne. Ugye nagyon egyszerű a dolog, mert az embernek, hogyha valakivel szemben mágiát akar csinálni, akkor rögtön szembe kell nézzen. Tehát a másik ember arcába kell tükröződjön. De ha én rossz szándékkal közelítek valakinek a fényképe felé,
akkor a tükörbe először önmagamban szembesülök, tehát nem tudom végrehajtani. Ezért élő emberrel szembe nem lehet, úgymond, mániát végrehajtani. A halott ember esetében viszont, amikor a képet nézi, az egy szellemi sík, és a szellemi síkon nyugodtan megküzdhet vele. Na most, hogyha megnézem, hogy a háznak két szeme van, a két szem között a harmadik szem helye az, ami pontosan ezeknek a képeknek a helyét adja. Tehát, ha megpróbálom antropológiai módon ezt kezelni, akkor pontosan ide fogok jutni. Tehát nem véletlenek ezek a történetek, amik a házaknál megfigyelhetők. De hadd menjek még ennél egy picit visszább, ami nagyon érdekes. Én meggyőződéssel vallom, hogy a magyar nyelv az a kádeus nyelvnek mind a mai napig élő beszélt formája. És hát, hogyha eljutok odáig, hogy mit jelentett a kádeus korban, valamikor Krisztus előtt olyan 3000 évvel az a szó, hogy ég, tehát mint ép, épület, épületes, akkor ki fog derülni, hogy az épületet éhanggal jelölték, és ugye természetes módon ez az épséget, a teljességet hozta. De ugyanígy végig tudom vinni az egészet. Például a magyar háznak ablaka van. Nagyon kevesen gondolják végig, hogy mit jelent az, hogy ablak. Ugye, az ablak szó szerint az ablak, tehát a lak az a lakhely. Az ab, az pedig az atyának, az abbának a rövidített formája. És ez azért lényeges, mert ugye, hogyha egy építész egy teret létrehoz, akkor ez a tér, ez ugye 4 plusz 1 meg 1, tehát 6 oldalról zárt teret, egy sötét teret hoz létre. Erre lyukakat kell vágni ahhoz, hogy a fény be tudjon menni. És ugye az atya, a világ világossága csak az ő lakhelyén keresztül tud bejönni. De hogyha végig gondoljuk még a továbbiakat, hogy egy ablakon belül milyen az osztás. Tehát nagyon érdekes, hogy az úgynevezett római katolikusoknál az osztás, az ablakosztás az egy egyenlőtlen szálú kereszt. A görögöknél egyenlő szálú keresztel osztják meg az ablakot, még a reformátusoknál egész pontosan sok kis apró egységre bontják föl. Tehát ez teljesen akár tudatosan, akár tudatalat működik. De ha megnézzük a külső megjelenését, régen az ablak alatt mindig volt egy kis párkány, alatta pedig egy vakolatdísz. Teljesen olyan volt, mint az oltár. Tehát egy lábazaton lévő oltár. És az ablak fölött pedig volt két hullámvonal, középen egy körrel, ami a képírás szerint is, hogyha nagyon messzire megyünk vissza, a hullámvonal az mindig a víznek a jele, és az hangértékben a hangot jelentett, a kör, amelyben volt egy kis csillag, az pedig a dingérnek, a tündérnek a neve, és visszajött az a, tehát adda szó szerint kijött, ami megint az atyának a megfeleltetése. De ugyanígy vonatkozik az ajtóra, ugyanígy vonatkozik mindenféle egyéb hangunkra, amit szó szerint egy élőlényt, egy élő minőséget hoz. Hogy kérdezzem el meg a véleményét, hogy a mostani városainkban fellelhető különböző modern építmények, azok hogyan segítik az én harmóniámat? Én úgy gondolom, hogy szét kell választani két dologra ezt a kérdést. Az egyik az, hogy modern épület vagy építmény. Én a modern építészetet szeretem. A modern építészet arról szól, hogy van a világ végtelen, határtalan része, amelynek egy bizonyos térrészét az építész kimetszi, és ezt a térrészt berendezi. Tehát ezért vannak nagy üvegfalak, ezért van a végtelen térben egy olyan közvetlen kapcsolat, amely én egy lényegűvé tudjak válni a térrel. Az, amit most modern építészetnek neveznek, mondjuk rá itt a Tarjáni lakótelep, vagy adott esetben Miskolcon, ahol most jelenleg élek, az úgynevezett avasi lakótelep, ez nem építészet. Ez építőipar, és méghozzá egy olyan építőipar, amely a Baumeisterséget az architekttel, tehát az építésszel összekeverve, összevegyíti, és nem tud sohasem tisztán megjelenni. Tehát ez nem az. Igen, és nagyon lehet érezni azt is, amikor valaki bemegy egy valódi, igazi, igényes, modern épületbe, ami ugye ilyen, valóban ilyen lekerekített formákkal van megküzdelve, és természetes alapanyagokkal van a belső tér borítva, teljesen
más rezgést érez, és teljesen más hangulatban tud ott, legalábbis én így érzem, akár dolgozni, akár élni, vagy rendezvényeket tartani. Ön is szokott ilyeneket tervezni, ahogy itt látjuk a képeken. Erről hallhatunk egy pár szót? Igen. Én azt szoktam tanácsolni mindig a megbízóimnak, hogy mikor nem tudom őket lebeszélni arról, hogy műanyag ablakot vagy hasonló ilyen műanyagot, tehát ez nem csak azt jelenti, hogy műanyag, tehát ilyen mesterséges anyagot használjanak, hogy ne engem fogadjanak el, hanem fogják magukat és húzzanak a lábukra egy nylon zacskót, és körülbelül 4 napon keresztül tartsák rajta. Akkor megtudják, hogy mit jelent az, amikor valami levegőtlen. Na most képzeljék el, hogy a világunk most úgy működik, hogy létrehozunk egy teret, ezt lehatároljuk szépen ablakokkal, és hogy ne menjen el a hőmérséklet, ezért minden levegőtől bezárjuk. Na most mi történik? Jön az épületgépész, és azt mondja, hogy vegyünk épületgépészeti berendezéseket, forjunk lukat a falra, ezt a lukat minden egyes órában nyissuk ki, zárjuk be, és utána pedig ezt az egészet még egy gépészeti berendezéssel működtessük. De ez még kevés, mert a gépészeti berendezés elkezd melegedni, akkor ezt megint hűteni kell, majd a hűtés után, és akkor folytathatjuk tovább. Ma ott tartunk, hogy egy ember elkezd épületet építeni, és a pénzének 50%-át arra költ, hogy épületgépészetet hoz létre, amit folyamatosan fönn kell tartani, természetesen mindezt egy energiaracionalizálás címén mondják hozzátéve, hogy ez mennyire jó nekünk, tehát például gondolok itt a föld energiájának a kihasználására, mert tessék megnézni, hogy mennyibe kerül egy ilyen, és természetes módon nekünk, mint fogyasztóknak valóban úgymond uniós támogatást kapunk. Ugye milyen nagy becsapás? Az uniós támogatást mi fizetjük be az uniónak ahhoz, hogy visszakaphassuk, tehát nem olcsóbb, drágább, viszont az a szoftver, ami ezt működteti, az természetes módon el fog évülni 5 éven belül, de akkor már sokat mondtam, ez azt jelenti, hogy 2-3 év múlva megkormásodik, és akkor nézzük meg, hogy mibe kerül ez így. Ehhez képest például az úgynevezett Árpád-kori magyarok azt csinálták, hogy fogták magukat, és itt, hogyha kimegyünk mondjuk rá Orosháza környékére, itt még tudják kint az emberek, hogy ne fagyjanak meg. A földbe ástak egy 50-60 centi mély lyukat, ebbe belekuporodtak, magukra húzták a subájukat, és mínusz 20 fokban is 10 fokos hőmérsékletet tartottak a saját maguk környezetébe. Tehát ez nem a primitívség jele, hanem annak az ismeretnek a jele, ami a földből jön. De hogy ezt a lyukat hova ásták, ezt meg onnan tudták, ahol a kutya lefeküdt, és a kutya jól érezte magát. Tehát egy házban is úgy volt, hogy az ágyat nem úgy helyezték el, hogy na, itt jól fog kinézni, mert a fényképen jó, vagy nem tudom mi. Kutyát beengedték, és ahova a kutya leült. A macskával ellenkező volt a helyzet, ahova meg a macska feküdt oda, ők nem feküdtek. Miért? Mert a macska mindig vízére feküdt. Tehát, hogy mennyire egyszerű, megint a kultúra, csak ilyen szemelvényekként. Egyiptomban ugye a macska kultusza nagyon magas, de tudják, hogy miért. Azért, mert amikor a Nílus elkezdett áradni, akkor a macska fölment az oltárra, mert a vízért elkezdett dagadni, és ott érezte jól magát. Ez ugyanolyan, mint mikor eljön a fűtési szezon, nézzék meg, hogy a macska radiátor tetejére fog feküdni. Ez biztos, mert ott érzi jól magát, mert beindul a hálózat. Na most ugyanez volt a helyzet, és amikor a macska fölment az oltárra, ahol a föld alatti vizek, tehát amely a Nílus áradását már jelezte, akkor a papok kiálltak és elmondták, hogy most fog jönni a Nílus. Tehát pontosan ez. Na most azt hiszem, hogy ebben a földben a vízerekről nem érdemes sokat beszélni, mert már sokan beszéltek. Viszont nagyon fontos, hogy akkor tessenek végig gondolni, hogy szabad-e padlófűtést alkalmazni. Innentől kezdve, és akkor nem folytatnám, azt hadd mondjam, hogy Magyarországon az első padlófűtés az a Hódmezővásárhelyi Kórházban volt az 1900-as évek elején, ami természetesen nem működött sokáig, pontosan azért, mert a betegségek sokkal gyakoribbakká váltak. Ezt én még nem is gondoltam végig, de most, hogy mondja, akkor már ezért megérte ez a nap, hogy erre rájöttünk. Nem tudom, hogy kinek van otthon ilyen típusú háza, úgyhogy akkor ezen valóban érdemes elgondolkodni. Igen, ezt még hadd mondjak egyet, engem meghívtak annak idején egy ilyen
tégla konferenciára, hogy beszélgessünk a tégláról és minden egyéb téglagyártók. Ugye, mert én szeretem a téglát, mint építőanyagot, azt hiszem, hogy ez látszik a képekből is. És hát elmondtam, hogy én nagyon sajnálom ezt az egész rendezvényt, mert ugye ahhoz, hogy a magyar téglaipar tönkre tegyék, ezért kitaláltak egy olyan számot, ami lehet, hogy itt most kinyúlhat, hogy a kis K legyen egyenértékű, mondjuk 0,7-tel. Na most ezt a kisméretű tégla nem tudta, ez egy hőátadási tényező, ezért nem felelt meg, csak az, amit Nyugat-Európából hoztak be terméket. Ezzel a piac lemegy. Igen ám, de ezt a terméket egyre inkább, ezt a számot elkezdték mozdítani, hogy aztán most már csak az ő termékük legyen jó, meg az ember vegyen ilyen műanyagokat, amivel be tudja borítani a házat, mondvá, hogy egyre kevesebb lesz a kiadás. És amikor én ezt mondtam, hogy ez egy csibészség, én ebben nem tudok partner lenni, ráadásul úgy, hogyha ma bárki akar ilyen kisméretű téglából házat építeni, akkor neki egy építőipari minősítést kell elvégeztetnie ahhoz, hogy ezt építőanyagként használhassa, holott több ezer éven keresztül ez egy építőanyag. És azt mondtam, hogy én nagyon sajnálom, hogy ez van, de mondom, szerintem nem ez a megoldás, mert azt mondták, hogy melegnek kell lenni. Én azt mondtam, hogy kell egy nagyon tisztességes család, ahol van egy olyan párkapcsolat, amelyben, ha egymás mellé bújik a férj és a feleség egy papra alatt, olyan melege lesz, hogy az nem igaz, de hogyha ez nincs meg, akkor lehet 40 fokra is fűteni azt a szobát, akkor sem működik a rendszer. Tehát én emlékszem gyerekkoromban, amikor elmentem nagymamámhoz, és bebújtam a nagy dunna alá, hát rólam minden folyt, és ráadásul a paplamba berakta a gyógynövényt, tehát azt a gyógynövényt, amit nem így szeret össze, mint ahogy most, hát a mai ember ilyen kis zacskókat vesz 5000 forintért. Annak idején nagyapa kiment, sunyított kettőt a kasszával, megszáradt, berakta a paplam alá, és onnantól kezdve akkorákat aludtam, hogy nem igaz, és jöttem vissza Szegedre aludni, mert itt a városnak az a mindenféle zaja, amit tönkretett, azt ő rendbetette ezzel. Tehát én úgy gondolom, hogy vissza kellene térni ez a teljesen normális természetes világhoz. Hát végül is ennek a rendezvénynek is ez a célja, hogy térjünk vissza a természethez, az ősi tapasztalatok által adott tudáshoz, és hát ennek kapcsán akkor megkérdezem, hogy ezek a gigantikus méretű városok, amik épültek, hát ugye ez sem annyira lélekemelő ilyenben élni, hogy mit tegyünk, vagy mi a megoldás? Most mit mondjak? Mondjam Szodomát, Gomorát, mondjam Rómát, mondjam Athént. Mit mondjak? Mit mondjak? Mondjam New Yorkot. Tehát mindegyik elpusztul. Mindegyik elpusztul. Azért pusztul el, mert az az ember, aki egy ilyen környezetbe kerül, ahol nincs közvetlen kapcsolata a természettel, nem természetes anyagokat használ, az a környezet egyetlen egy alkalmas arra, hogy manipuláljuk az embereket. Ha én megkérdezem bárkitől, hogy tessék mondani, egy évben hányszor kell föl keleten a nap, és nem teszem fel a kérdést, azt hiszem, hogy nagyon kevesen tudnák megmondani, hogy összesen kétszer. De ezt csak az az ember tudja, aki kint lakik, akinek a kapuja úgy van beállítva a háza elé, hogy amikor megy haza, és látja, és tudja, hogy azon a napon, hogyha ott nem jött föl a nap, akkor baj van, vagy ha elmegy az út menti feszület mellett, amelyen van egy ilyen plé Krisztus, és a tetején egy ilyen gyönyörű szép kis plé, és hogyha megáll az útkereszteződésbe, és ránéz erre, és megnézi, hogy hol jött föl a nap, akkor tudja pontosan, hogy mi van. És ő tudja, hogy egy évben kétszer fog följönni a madárnál, és kétszer fog lemenni ugyanannál a madárnál. És ugyanezt megteszi karácsonykor is. Ezt ebben a városban nem lehet megtenni, de nem csak ebben, hanem az úgynevezett városban. És itt a tragédia ez. Teljesen elszakadtunk a természettől. Ezért ne is várjuk azt, hogy bármiféle olyan dolgot fogunk megkapni, amelyik dolog bennünket előre fog tudni vinni. A legelső az, hogy meg kellene tanulnunk csendben maradni. Az ember a városban, amikor van, akkor mindig a zajt keresi. Nézzük meg, egyre inkább, ahogy nagyobb a stressz és minden egyéb, nem tudunk aludni, bekapcsoljuk a rádiót, televíziót, mindent. Mindenütt a zajt, csak azért, mert nem tudunk egyedül lenni. Nagyon érdekes, hogy ebben a világban azt hiszem, hogy az az első lépés, amikor az ember megtanul önmagával csendülni. Nem véletlenül önmagával csendben lenni, önmagával
egy kapcsolatot tartani. Nagyon fontos, hogy milyen az épület formája, nagyon fontos, hogy hol van az az épület. Ezeket is elvesztettük. Tehát például, nagyon egyszerű, megint egy történelmi példát hagyjuk, történelmi példát. Annak idején senki nem értette, hogy hogy tudtak a magyar lovasok, a hunok, avagy a szkiták, avagy a huszárok, hogyan tudtak úgy megtenni ezer meg ezer kilométereket, hogy a lovakkal mentek és szinte nem vittek magukkal táplálékot. Ez nagyon egyszerű volt, azokra az úgynevezett Szentgyörgy vonalakra találtak rá, és azok mentén haladtak, ahol az energia körülbelül a tizede volt a többinek. Na most ez a régi Magyarország területén, ez az úthálózat, az útmenti feszületekkel, az útmenti keresztekkel volt kijelölve. Vagy például ezek a helyek hogy működnek. Van egy régész barátom, aki most a múzeum igazgatója Miskolcon. Ő mondta, hogy amikor ezek a rádióadók jöttek a divatba, tehát a rádiótelefonhoz, akkor régészeti kutatásokat kellett csinálni, mert mindig új helyen, a hegyeken, ahol csinálták, egy törvényi előírás volt. Szinte kizárólagosan oda kellett letenni ezeket az adókat, ahol régen templomok között kápolnák voltak. Miért? Mert az emberek először, hogy ne kelljen nekik adótornyot építeni magasat, a templomtornyokba kerültek be, vagyis az emberek a templomtornyokba tették be ezeket az átjátszókat. És ezek az átjátszók onnantól kezdve pontosan ugyanazokat a pontokat jelölték ki, mert a gépi hatás az ugyanannyi, mint a természetes hatás. És akkor próbáljuk meg végig gondolni azt, hogy mit jelent ez az úgynevezett háló, mit jelent ez az úgynevezett rendszer, ami a földünket, a világunkat, az országunkat behálózza. Viszont egyet hozzá tudok tenni, hogy annak idején, amikor a Sebestyén Mártiék kezdték a zenélést, akkor csináltak egy olyan kísérletet, hogy megnézték a Mártának az egyik hangfelvételét, hogy az milyen frekvenciák között tud gépi hanggal visszajönni, majd utána megnézték az élő frekvenciában is, és az élő minőség körülbelül olyan ötszörösére ugrott föl a gépihez képest. Tehát semmiféle gépi minőség nem fogja tudni azt, amit tud az élő minőség. És ezért ér lényeges, hogy ezek a mobiltelefonok és egyebek nem fogják ezt tudni. Tehát ide vissza kell térni, csendbe kell maradni, és csak azokat a helyeket használni, ami nekünk jó. Hát, nagyon köszönöm. Szeretnél valaki kérdezni valamit? Hát nyilván az építész fülelés elméje másképpen jár, mint ahogy a egyszerű haragyóké. De kérdezem, mert gondolom, hogy azért valamilyen segítség van, hogy megépült a letudás eredményeként úgy, ahogyan megépültek ezek a lakóterek. Megépültek azok a technikai vívmányok, a tudás és a nem tudás eredményeképpen úgy, ahogy megépültek. És hát az emberiség ugyan a technikának és az építészetnek a sajátossága szerint ugyan tovább élt. Az a kérdésem, hogy az építész a valamilyen megoldásokat tud-e? Tud-e azoknak az embereknek valamit mondani, azoknak a millió számú embereknek, akik a lakótelepeken élnek? Mert valamilyen segítséget azért a teremtés ad ehhez. Hát, ha tud az építés is mondani, hogy így tegyen. Hát én gondolok itt a szakmában, messziára. Gondolok azokra a természet és a hitvilágatta adott eszközökre, amiknek esetlegesen az alkalmazásait tudna dobbítani azokat a károsításokat, amit tulajdonképpen az Igen, hát a kérdés nagyon komplex és nagyon köszönöm. Rögtön azzal kezdem, hogy ez a fajta lakótelep teljesen tudatos és teljesen törvényszerű. A tudatosságot és a törvényszerűséget ott értem, hogy az 50-es években az úgynevezett orosz tartományok vagy szovjet tartományokban kiadott nomenklatúra szerint kellett tervezni ezeket a házakat. Ennek kettős értelme volt. Én dolgoztam itt a Szegedi házgyárban is, még mielőtt Miskolcra kerültem, vagyis egyetemre, tehát
tényleg tudom, hogy mit mondok. Annak idején a házgyárak kifejezetten, tehát az egyik céljuk egy úgynevezett hadi cél volt, amelynek az volt a lényege, hogy az országban úgy helyeztek el 10 házgyárat, hogy az gyakorlatilag egy-két napon belül azonnal hadi üzemmé legyen átalakítható. Ezek a fürdőszoba méretek, most csak a méretekről és a súlyokról beszélünk, ezek a fürdőszoba méretek úgy voltak megállapítva, hogy egy podonnak, úgy hívták ezeket az acéllapokat, a mérete az az akkori harckocsi méretével megegyező volt. Ennyit erről. De ugyanezt elmondhatom a nagykörösi konzervgyárról, a nagykörösi konzervgyár konzerveinek a mérete, mert aki volt katona, az pontosan tudja, az megegyezett a harckocsi csövébe rakható lövegnek a méretével, hiszen én lövész voltam, és a harckocsizók mindig nagykörösi konzervvel lőttek bennünket, mert utána azt két napig kellett takarítani, stb. Tehát ezek nem véletlen dolgok, ez csak a formai része. Ehhez, hogy ezt hogy kell kialakítani, ezt Makovec Imre annak idején elő is citálta ezt a dolgot, ami akár a lengyeleknél, akár a cseheknél, akár Magyarországon meghatározott formába, ami azzal kezdődött, hogy minden élő kutat be kellett temetni. Azzal kezdődött, hogy mekkora lehet egy konyha, hány napi élelem lehet benne. Tehát mi az az időpont, amikor az adott nemzet olyan helyzetbe juthat az elégedetlenségét tekintve, hogy onnantól kezdve az élelmezés miatt már rögtön változtatható a véleménye, mert korog a gyomra, és így tovább, és így tovább. Tehát ezek leírt dokumentumok alapján vannak. Tehát ezt azért kell megerősítenem, mert ezek már elhangzottak egy jó párszor, és valóban így van. Tehát tudatos volt annak idején ennek a kialakítása. Ami természetesen a modern építészet alapelveivel semmilyen szín alatt nem jött össze. Ezt ilyen értelemben. A szakrális geometriáról annyit. A szakrális geometriát használjuk. Ezek az épületek, hogy egyáltalán lakhatók, ezekben a szakrális geometria benne van. Annak idején volt egy könyv az emberi jelenségről, és az emberi jelenségről, amikor megjelent, akkor nagyon érdekes volt egy filozófiai visszaváltás, ez Sándornak a filozófiai visszaváltása volt, amikor azt mondta, hogy az ember tart a Jóisten felé, és nem a Jóistentől jön. Tehát először is megpróbálta megadni azt az irányt, hogy milyen irányba tudunk menni. A másik, emellé egy térbeli könyv is megjelent, Edward T. Hallnak a rejtett dimenziói, ahol meghatározták azt, hogy mi az a távolság, amely távolságon belül még pszichikailag tartható az, hogy nem tör ki az emberek között egyfajta olyan feszültség, amit nem lehet kezelni. A lakások és az egymáshoz való cellák méretei, mert ezeket celláknak nevezték, cellák méretei így vannak meghatározva. Tehát ez még az az állapot, amelyben nyugodtan tarthatók az emberek. Na most, hogy ez mennyire kísérlet és mennyire valóság, tehát ezzel szembe kell nézni, mert azt hiszem, hogy sokan ebben laktak, és sokan ebből ki is tudtak menni. Volt még egy kísérlet ebben az időben, az úgynevezett függőleges és vízszintes macskák története. Ez azt jelentette, hogy megszülettek kis cicák, és a kis cicák, tehát azonos alomból jöttek, egyik csoportját berakták egy olyan térbe, ahol csak függőleges elválasztó pontok voltak, a másikat pedig berakták olyanba, ahol meg csak vízszintes térbeli elválasztások voltak. Majd eltelt körülbelül 3 hónap, és utána megfordították a két csoportot, és megnézték, hogy hogy viselkednek azok a cicák, amelyek idáig függőlegesbe voltak a vízszintesbe, és fordítva. Megzavarodtak, meghűltek. Na most ez egy nagyon érdekes történet. Tehát ha én most azt mondanám azoknak az embereknek, akik most ezekben a panelekben laknak, hogy menjenek vissza a családi házakba, mert az a jövő, és tényleg az a jövő, akkor abban a pillanatban megzavarodnának azért, mert nem volnának képesek egyáltalán azt, hogy hogyan kell a havat ellapátolni, hogyan kell a kertet művelni, mit kell csinálni. Mert azok az idős emberek, akik bekényszerültek faluról, mert az akkori szocialista ipar mást kért, azok ebbe pusztultak el, és elnézést, hogy ezt a fogalmat használom mindenkitől, de nem tudták túlélni. Azok az utódok, akik megszülettek és már ezekben a panelekben szocializálódtak, ők viszont már nem tudnak visszamenni. Valahol megvan az az ősi tudás, de ahhoz, hogy vissza tudjanak menni, újra kell tanulni.
Tehát, hogy ne legyen egy olyan fajta történet, ami egy skizofréniához vezet. Ezért most elkezdték csinálni, Budapesten van egy ilyen kísérlet, hogy a paneles lakótelepek között lévő zöld területen úgynevezett kerteket hoznak létre, és ezek a kertek szó szerint úgy működnek, mint a Szent Koronatan, tehát ezek senkinek nem a tulajdonai, mindenki egy évre megkaphatja, és egy év alatt kell neki ott fölnövelnie, megnöveszteni azt a növényt, amelyet ő el is fogyaszthat. Tehát először is a közvetlen eredményt látja azonnal, hogyha ő elültette ezt a növényt, akkor ennek mi az eredménye. Ez az egyik. A másik, egy közösségbe kénytelen létezni. Kénytelen beszélni a másikkal. Ma az emberek túlnyomó többsége nem beszélget egymással. Tehát, hogyha mondjuk rá, akár itt, vagy bármelyik nagyvárosban bejönne egy újabb taxisblokád, és nem lehetne közlekedni, hanem csak gyalogosan kellene menni, én úgy gondolom, hogy egy héten belül, és el kellene menni ezekre a munkahelyekre, egy héten belül nagyon nagy változás volna. Miért? Mert az emberek kénytelenek lennének egymáshoz szólni. Ma a buszon, villamoson nem szólnak egymáshoz, csak rohannak. Ott viszont mire oda fog érni, addigra biztos, hogy fog, mert először káromkodik, majd utána a másik visszaszól, akkor már egymással kezdenek beszélgetni, és utána a káromkodásból lesz egy olyan beszélgetés, hogy te is így, én is úgy. És érdekes módon ki fog alakulni egy közösségi viszony. Tehát el kell gondolkodni azon, hogy milyen dolgokat és hogyan tudunk mi megoldani. Építészként mit lehet mondani? Itt városépítészként kell gondolkodni, vissza kell hozni azokat a funkciókat a városba, amelyek a közösségteremtés ereje. Tehát például vissza kell hozni azokat a nagy tánctermeket, ahova el lehet menni táncolni. Vissza kell hozni a városi fürdőket, ahol lehet közösségi életet élni. Vissza kell hozni azokat a piacokat, ahol a piacon lehet beszélgetni, lehet találkozni. Tehát azokat a helyeket, az utcát utcaként és nem útként értelmezni. Ma ebben a világban nincs utca, csak út van. Miért? Mert autóval közlekedünk, mert körforgalmakat csinálunk, mert a gyalogost, hogy ne találkozzon, akkor leküldjük alulra a föld alá, de ott aztán tényleg baj van, és így tovább. Tehát ezeket kell visszatenni. Az alapelv az elkövetkezendő időszakban az az önfenntartó közösség, amelyben kalákában meg lehet építeni azt az épületet, amelyben jó lakni, természetes anyagokból. Úgy kell megépíteni ezeket a házakat, hogy a lehető legkevesebb gépészet legyen belőle. Tehát gyakorlatilag a bejáratot a déli oldalról beengedni egy tornáccal. Az északi falat meg kell rakni jó vastagra, mert ott azért az hűl, de nem fog onnan elmenni tovább a dolog. A pincét meg kell csinálni a ház alá, földes pincét úgy, ahogy van, mert abba lehet a termény tárolni, a padlást pedig meg kell csinálni, mert a macskának is kell hely. És akkor innentől kezdve egy ilyen házba el lehet úgy lakni, én terveztem egy ilyen parókiát Ónodon, az én általam tervezett háznak a költsége, tehát a fenntartási költsége, az körülbelül olyan 50%-kal olcsóbb, mint bármelyik másiknak. Pedig csak ennyit tettem, és semmi többet. Hiszen a tornác az egy napcsapda, a legjobb napcsapda. Belesüt a nap, és ahogy belesüt, fölmelegszik a levegő, és ott, ahol én bejárok meg kijárok, ott egyértelművé válik a helyzet, hogy az a meleg levegő folyamatosan süt. Tehát ezeket nem véletlenül így találták ki. Tehát én a jövőt ebben látom, egy olyan környezettudatos tervezésben, ami nem a gépészettel, nem ezekkel az energetikai dolgokkal foglalkozik, ami van. A másik, én soha nem fogom elfelejteni Teller Edének azokat a mondatait, és legfőképpen azt, amikor azt mondta, hogy tessenek tudomásul venni, a kősziklák ideje lejárt, az apró kavicsokjai. Én nagyon sokáig nem értettem meg ezt a mondatot, ma már értem. Hogy értettem meg erre, és hadd mondjam el a példát, kint jártam Erdélyben, és sokat jártam az utóbbi időben, és ott egy patak mellett egy öreg emberrel mentem, egy ács emberrel, aki azt mondta, hogy itt micsoda vízimalmok voltak. És mondom neki, hogy hát mondom, ne haragudj ezen, hát nincs benne víz. És akkor azt mondta, hogy na gyere csak fiam, és megmutatta azt, hogy egy vízi keréknek mekkora lapátja, ekkora. Ha legalább annyi víz kijön, amekkora ez a lapát, ez azt jelenti, hogy az a malmot meghajtja. Csak mi már ezt is elfelejtettük.
A másik, vagy mondom neki, de kiszárad. Azt mondja, nem, azért kell duzzasztani, mert a legjobb akkumulátor, a legjobb energiatartalék az a vízmennyiség, ami száraz időben is mindig csökkentve, de mindig ad vizet. A magyar ember mindig arról volt híres, hogy megvan a magához való esze. Én úgy gondolom, hogy semmi más nem kell csinálni, elő kell venni a józan paraszti eszünket, az szerint élni és az szerint dolgozni. És még egy, a munkát nem lehet megspórolni. A munka nem esít, és a munka teszi az ember életének az értelmét. Akárki akármit fog mond, ez kétkezi munkát jelent. A számítógép és az a billentyű, amit kezelünk, az legfeljebb egy új embertípust fog kialakítani, de az nem az az ember, aki túl fogja élni ezt a világot. Azt hiszem, ez volt a végszó.